Sziasztok! Ahogy a kiírás is mutatja, az XFCE panellal fogunk foglalkozni a 11. részbe. Ez a panel az MX Linuxnak az alapértelmezett panelja, azaz ezt fogjuk egy kicsit átalakítani, be fogom mutatni, hogyan lehet erre programokat, programikonokat vagy egyéb eszközöket elhelyezni, illetve egy picit szebbé tenni a panelunkat, mert alapértelmezett esetben számomra nem felel meg. Az sem titok, illetve aki már látta a gépemet, azaz a videóimat, annak egyértelmű, hogy én ezt a panelt csak kisebb mértékben használom, egy egészen más panel megoldást tettem fel, nem azért, mert az XFCE panel, azaz a rendszerhez adott panel az nem jó, hanem azért, mert a másik sokkal többet tud, számomra szebb, ízlésesebb, és a lehetőségei is messze felülmúlják az XFCE panelt. Azt is ki kell emelnem, természetesen, hogy ez nem csak MX Linuxon működik, bármelyik olyan felületen, bármelyik olyan disztribúcióban pontosan így kell a panelt beállítani, ami XFCE-t használ. Panel. Ez az egyik legfontosabb eszközünk a gépünkön, mármint úgy értem a rendszerünkön, mert ezen keresztül tudunk egy csomó feladatot gyorsan és hatékonyan és kényelmesen megoldani. Panelről tudunk indítani programokat, azaz kis ikonokat ráteszünk, rákattintunk, és elindul a program. Szerintem igencsak kényelmes. Az összes programot, mármint hogyha felteszünk egy menüt, és nyilvánvalóan mindenki szereti, hogyha van a gépen egy menü, már megszoktuk Windows alatt, akkor bizony ide elhelyezzük, meg egyéb informatív eszközöket is fel tudunk tenni. Ilyen informatív eszközök, hogy ne csak ilyen nagy lebegtetés legyen a nagy semmi, vagy informatív, az óra. Hát szerintem elég kényelmes dolog, hogyha a panelon látjuk a pontos időt. Nagyon kényelmes. Minden olyan funkciót, amit úgy alapesetben egy paneltől elvárunk, ez a panel megoldás nyújt. Jól beállítható, azaz körülbelül 5 perc alatt össze tudunk olyan panel beállítást dobni, ami számunkra a későbbiekben megfelel. Hozzáteszem, és már említettem, hogy panelokból, panel megoldásokból, ilyen gyorsindító szerűségekből, igencsak sok van Linux alatt, én az XFCE-t használom, amelynek a paneljét kisebb mértékben, illetve egy másik Tint 2-es megoldást használok, ami egy kicsit többet tud, és sokkal szebb, szerintem nagyobb a csicsásítási lehetőségei. Mi kell hozzá? Azon kívül, hogy egy XFCE felület kell hozzá a panel. Ez nem elegendő véleményem szerint, alapesetben igen, de hogyha valaki azt szeretne, hogy egy kicsit ki is nézen, annak nem kell egy kompozitáló eszköz. Ezt megmutatom, hogyan lehet felrakni, illetve, bocsánat, elindítani, mert alapesetben felrakja az MX Linux, ha nem, akkor nyilvánvalóan nézd meg a te felületeden, a te disztribúciódon, hogyan történik, akármelyik jó. Egy kompozitáló kell, a kompiz, múltkor bemutattam, tökéletesen elegendő. Szerintem, ha csak a panel kedvéért rakod fel a kompiszt, akkor még túl sok is. Van az XFCE-nek egy saját kompozitálója, azt is tudod használni, illetve természetesen használhatod, későbbiekben ezt is bemutatom, a Compton nevű eszköz. Az XFCE saját kompozitálóját, meg a Compton, azt természetesen, vagy hát nem természetesen, de a disztribútornak a kedvessége miatt alapesetben felrakja az MX Linux, és adnak hozzá egy kis eszközt, amivel tudsz váltani, panelt beállítani, meg egyéb ilyen dolgot, de ezt hanyagolni fogjuk, hiszen számunkra nem szükséges ehhez. Ami fontos, ez a videó általánosságban is használható, nem csak MX Linux alatt. Ahogy látni egy kicsit a felületem, az asztal kinézete megváltozott, ez azért történt, mert egy új felhasználót hoztam létre a videó kedvéért, hogy az alapbeállításokat mutassa, ne azt, amit én már régen átállítottam. Aki MX Linuxot használ, annak az a kellemes dolga van, hogy kikeresi az MX Toolsba azt az eszközt, ami a finom hangolásért felelős. Megkeressük a finom hangolót és elindítjuk. Látható, hogy a panel beállításokhoz, ő a panel, van egy pár gomb, jobbra-balra, leföl tudod elhelyezni ezekkel, igazából nem egy nagy dolog, maga a panel is tudja ezt, illetve le tudod menteni, és vissza tudod állítani a lementett panelbeállítást, és vissza tudod állítani az alap beállításokat. Egyik sem olyan feladat, ami számunkra
azt adná, hogy az MX Linux-ra át kéne térni. Ezt a panelba meg tudjuk oldani a mentésen kívül. Ami fontos, indítani kell egy kompozitálót, oda megyünk a kompozitáló beállításhoz, és kiválasszuk azt a kompozitálót, amit mondjuk szeretnénk használni. Ha más felületet, illetve pontosabban más disztribúciót használsz, megnézed a disztribútornak a honlapján, hogy hogyan tudsz egy kompozitálót indítani, vagy megnézed a múltkori videómat, ahol egy másik alapbeállításoknál egy kicsit fejlettebb kompozitálót mutattam be. Kompozitort szeretnéd használni, vagy a Comptont? Egyéni döntés. Én úgy gondolom, hogy a Comptont érdemesebb használni, szerintem egy picit jobb, de hát ez egyéni dolog. Kiválasztod, illetve a más disztribúciót használsz, akkor elindítod a kompozitort, a Comptont. Van egy beállítási lehetőség, ezzel most nem fogunk foglalkozni, alapbeállításokban jó lesz, és egy alkalmazásra nyomunk. A kompozitáló eszköz fogja adni azt, hogy átlátszó panelt tudjunk használni. Ha MX Linuxot használsz, akkor a panelra rábögsz, és elindul a beállítási lehetőség, de mivel nem az a célom, hogy MX Linuxot mutogassam, hanem az a célom, hogy egy általános videó készüljön, megmutatom a panelt, hogyan tudod megváltoztatni, beállítani minden rendszeren. Az első gondolat az, hogy ő a panel, vannak rajta gombok, van futó programokat megjelenítő rész, tehát éppen itt fut a felvevő eszközön, vannak indító ikonok, vannak bityók, annak hívom kis applettek, amiket rá tudsz tenni, illetve van egy menübár, menüd inkább így mondom, egy a Windows alatt azt hiszem start menüként elhíresült eszköz, ez mindenkinek ilyen alap dolog, hogy ez legyen a gépen, ki használja, ki nem, én szeretem, hiszen ebbe tudunk válogatni a futtatható programok között. Oké, ez az alapbeállítás szerintem egészen korrekt, így valljuk be, hogy ha valakinek olyan ingere van, olyan gondolata van, hogy ő ebben nem macerálna, akkor ez így jó. Nekem nem volt jó. Miért? Mert egyrészt nem szép, kettő, számomra azért, hogy igazából nem minden igényt elégít ki. Rákattintunk jobb egérgombbal, panel, és vagy egy beállítást indítunk, a panel beállítása, vagy új elemeket hozzáadunk. Tehát nem csak a beállítási lehetőségek között tudunk új elemet hozzáadni, elemek, amik rajta vannak, hanem természetesen tudunk menet közben is, ha nem zárolt a panel, hozzátenni, illetve elvenni elemeket, de nyilvánvalóan mi is a teljes beállítást szeretnénk, panel beállításai, elindul, kinagyítom nektek, és látható, először is feltűnhet az, hogy egy pont panel, első panel. Ez adja számunkra rögtön azt a gondolatot, hogy annyi panelt hozunk létre, amennyit akarunk. Gyakorlatilag én láttam olyan felületet videón, természetesen, mert nekem nincs erre ingerem, hogy ilyet készítsek, hogy 64 darab panelt rakott fel az ember, és azt ékesítette föl saját ízlése szerint. Ez nekem sok, de nézzük is meg, hogyan tudunk még egy panelt hozzáadni, mert csak egy van. Hozzáadunk, és elkészült egy panelunk, a kettes számú panel. Ő lesz a teszt panelom, amelyikkel én szeretnék foglalkozni. Ha bármit állogatunk, és egynél több panel van, akkor nézzük már meg, hogy az a panel van ide beállítva, ami számunkra fontos. Az aktív, szerkeszthető panel kap egy kis piros keretet. Ha éppen túl sok panelunk van, akkor kijelöljük, és a mínusz jellel el tudjuk tüntetni. Azt hiszem, ezt nem is kellett volna elmondanom. Megjelenítés, mód, vízszintes, függőleges vagy deskbar. Függőleges az ilyen, a vízszintes az ilyen, a deskbar pedig egy olyan, amit ide-oda tudsz mozgatni. Én úgy gondolom, hogy ide-föl helyezzünk el, föl, ne teljesen föl, de helyezzünk el egy vízszintes panelt, mert az számomra kellemes, már amúgy itt van egy. Oké. Szóval eldöntöttük, hogy milyen irányú, függőleges, vízszintes panel legyen. A kimenet hol jelenjen meg? Automatikusan jelenjen meg, első, második monitoron jelenjen meg. Értelemszerűen, ha egy monitorod van, akkor nem tudsz monitort másodikat beállítani, nem is fog megjelenni. Én azt mondom, legalábbis az én magánvéleményem szerint, hogy a legkényelmesebb több monitor esetén nem automatikus, hanem
olyan beállítás, hogy explicit megadod a rendszernek, hogy ott jelenjen meg, ahol akarod, ez legyen a egyes monitor, vagyis ez a monitorunk, ha átugrik a másikra, akkor az lett volna az egyes monitor. Tehát meg legyen adva. Ami lényeg, automatikus beállításnál meg tudod adni azt is, hogy több monitoron jelenjen meg. Ha ez a célod, hogy mind a két monitoron megjelenjen, akkor bepipálod, és meg fog majd jelenni a másik monitoron is, ha éppen úgy gondolja. Én ezt nem szeretném. Én szeretem, hogyha a gépindításkor minden ott van, ahol én hagytam, amit én oda szögeltem magyarul. A panel zárolása való erre, hiszen a panelt tudom mozgatni, ide-oda tologatni, egy kicsit mágnesesek a szélek, tehát hogyha a monitor széle oda tolod, akkor nem tudod följebb tolni, tehát áttolni a monitor szélén, de lényeg az, hogy tudod zárolni, ott maradjon, amíg a panelt állogatjuk, nem érdemes zárolni, de egy zárolt panelt már nem tudsz megváltoztatni, amíg zárolva van, és utolsó művelet szokott lenni a zárolása. A panel helyet foglal el. Azt hiszem ez természetes, hiszen itt is láttuk, sok esetben előfordul, hogy nem kívánatos, ha teljes képernyőt szeretnél használni, teljes képernyőre kitett ablakokat, akkor a panel automatikus elrejtését a soháról átteszed intelligensre, vagy mindigre, és akkor el fognak tűnni a panelok, illetve alá tudod tolni az ablakokat, a ne foglaljon el helyet a szegélyen felkiáltású eszköz, egyértelmű, azt hiszem láttátok. Következő gondolat, méretek. A panelnak kell egy méretet adni, azt hiszem egyértelmű, milyen széles és milyen hosszú legyen. A sorméret pontban annyi pontnyi magas vagy széles, attól függ fekvő vagy álló, legyen a panel, amennyi pontot megadsz ez, felbontástól, ízléstől függően, bármekkora lehet, illetve azt hiszem 128 pixelig, vagy le tudod venni, egyébként elég hülyén néz ki, akármennyi 17 pixelre, vagy még ennél kevesebbre is, 16 pixelre, ilyen kis többszli panelod legyen. Van, amikor ez hasznos, hiszen így is látni, legalábbis ebbe a felbontásba használhatóvá válik, és kevés helyet foglal el. Én egy ilyen 36-40-45 pixelt szoktam beállítani, azon már az ikonok jól láthatóak, távolról is jól láthatóak, és nem is sok helyet foglal el, sorok száma, több sort is be tudsz rakni, azaz az ikonok nem egy, hanem 2, 3, 4, 5, 6, 7, akárhány sorban helyezkednek el. Ha sok ikont szeretnél fölrakosgatni, akkor nyilvánvalóan egy idő után betellik a panelod, és már nem tudsz új ikont fölhelyezni. Hossz, azt hiszem egyértelmű, egy kicsit lejjebb hozom, hogy jól látszódjon, olyan hosszú lesz a panelod százalékos megoszlásban, mint amennyit beállítottál, tudsz olyan panelt csinálni, ahogy az én megoldásom, hogy egy ilyen kis rövidke, tehát ennél rövidebb, ekkora panelt készítettem, 3 ikon van rajta nekem alapesetben, tehát a hosszát meg tudod adni. Hossz automatikus növelése, hogyha megadod a panel hosszát, és nem férnek rá az ikonok, egy kicsit megnyúlik. Hát azt hiszem, használja, nem használja, mindenki maga fogja tudni eldönteni. Megcsináltuk a panel méretét, beállítását, orientációját, megjelenítése. A megjelenítése nagyon egyszerű, azaz nincs túl sok lehetőséged a szépészeti eszközök használatára. 3, illetve 4 megoldás van. A stílusa, azaz mi legyen mögötte, nincs, azaz rendszer stílus használata, olyan színű, olyan beállítású lesz a panelod színe, amilyen a témád jó esetben, és ahhoz próbál idomulni. Az esetek 99%-ában, ha a témát támogatja, akkor eléggé szép, beleillő a környezetbe. Másik megoldás az, amikor azt mondod, hogy van egy homogén színed. Hát a homogén szín az azt jelenti pontosan, amit jelent, hogy van egy szín, amit szeretnél beállítani. A színeket meg tudod adni bármelyik elterjedtebb kódolásba, vagy ha éppen olyan gondolatod van, hogy pipettával lopsz egy színt, vagy felveszel, én a lopás nem nagyon szeretem, átmentem a másik monitorra, ott egy ilyen beállítás,
a háttér, és akkor szeretném, hogyha olyan legyen, és akkor olyan színt kapott. Ami egy kicsit fontosabb, és érdemes használni, véleményem szerint, az átlátszóság, azaz az alfa beállítását, az alfát tudod húzni, és azt hiszem nem kell elmagyarázni, hogy mit jelent átlátszó, vagy áttetszővé tudod tenni a panelodat, a mértékét 0 és 100 között állogatod, ha 0, akkor teljesen áttetsző. Azért hangsúlyozom ki, hogy áttetsző, mert időnként a kompozitorok úgy működnek, hogy nem átlátszik, tehát nem mindegy üveg lesz, hanem egy picit elmosódottabbá válik a mögötte lévő háttér, vagy program, vagy éppen ami mögötte van. Ez ízlés dolga, kinek így tetszik, kinek úgy, szerintem nagyon kellemes megoldás, mind a kettőt el tudjuk fogadni. Azaz, egy teljesen átlátszó panelhoz lehúzod nullára. Hogy ezt bemutassam élőbe, hogy mennyivel másabb, akkor visszamegyünk a egyes panelra, megjelenítés, és az alfát teljesen lehúzom. Láthatóvá válik, hogy az ikonok az asztalon, és nem egy háttér előtt lesznek, szerintem így egy kicsit jobban beleillik, és univerzálisabban használható ez a panel kinézet, hiszen hogyha beállítasz egy ilyen kékes hátteret, hogy illő legyen, a háttérhez és megváltoztatod a hátteret, akkor már jó eséllyel nem fog beleilleni, esetleg egy piros háttérnél, vörös háttérnél, fekete háttérnél, ez a kékes, ciános, zöldes megoldás nem a legideálisabb. Legalábbis szerintem nem úgy néz ki. Ha átlátszó, akkor meg átlátszik a háttér, és olyan szín a háttér, amilyen a asztalod háttere. Két lehetőségünk van, ezt gyorsan visszaállítom a tesztpanelra, egy kicsit csinálok neki egy kis, nem kicsi, teljes mértékű sötétséget. Alfát két beállítása van az átlátszóságnak a rámutatáskor, tehát, hogyha ezt így lehúzod, rámutatáskor elvilágosodik, elátlátszósodik ahhoz képest, amilyen volt. Ugyanezt meg tudod tenni az elhagyásnál, azaz, ha nem a panelnél van a mutatód, akkor elvilágosodik, átlátszóvá válik, illetve hát mutatja azt, amit beállítottál. Gyakorlatilag a három beállítás fontos. Legyünk figyelemmel arra, hogy hiába húzkodjuk föl az elhagyást 100%-ra, ha az egész beállítás alfája világos. Figyeljünk arra, hogy a három csúszka együttes beállítása adja. Hiába szeretnél 100%-os sötétséget, amikor elhagyod, ha az alfát lehúztad teljesen átlátszóvá, hiszen akkor egyértelmű az alapbeállítás nulla, annak a 100%-os értéke nulla. Én, mivel most éppen csinálgatunk itt mindent, felhúzkodtam 100%-ra, hogy ne tűnjön el, ne legyen átlátszó, jól lehessen látni a dolgokat. Elemek, megcsináltuk a kinézetet. Most el kell gondolkodni azon, hogy mit szeretnél a panelod. Alapbeállítású panel, jelen pillanatban az egyes panel, tökéletesen megfelel. Én azt javaslom mindenkinek, hogy azért nézzük át a lehetőségeket. Elemek. Milyen elemeket tudunk rátenni? A plusz jelre kattintva tudjuk előkeresni a rendszerbe telepített, panelra helyezhető bigyókat, elemeket, meg egyebeket. A mínusz gombbal tudjuk levenni róla azokat az elemeket, amiket kijelöltünk. Sajnálatos módon egyesével kell leszedegedni, azaz kijelöl, mínusz jel megkérdezi, leveszi. Nem tudsz többet egyszerre kijelölni, nem tudsz egész csoportokat kijelölgetni, föl-le gomb, jobbra-balra, illetve leföl mozgatja. Ez a kis csikos dolog a kiválasztott elem szerkesztése. Minden elem más szerkesztési beállítási lehetőségeket mutat, egy órát másképp kell beállítani, mint egy indító ikont, illetve egy kis sugó információs gomb van, ami nem mindegyik beállításnál működik, mert hát éppen nincs sugója. Szóval tegyünk föl valamit, megjelenik az az eszköz, az elemek felvétele. Két lehetőségünk van, az elsőt mutatom meg, amit alapesetben kezdőnek javaslok,
nézzük végig, hogy mi van benne, mit tudunk felrakni, mi az, amit használni szeretnénk, és milyen lehetőségek vannak. A másik pedig, hogyha már tudjuk, hogy mit szeretnénk felrakni, akkor keresés. Ablakgombok, ablakmenü, akkumulátorfigyelő, alkalmazások menü, ops, alkalmazások menü. Valami indító állást, egy start menüt szeretnénk rátenni, alapesetben ez számunkra megfelel, kiválasszuk, hozzáadjuk, és itt meg is jelenik. Amikor erre rákattintunk, már aktív a menünk, aktív az az eszköz, amit feltettünk, tehát nem kell becsukni és egymás után fölrakosgatni. Nézzünk olyat, hogy hát jelenítsük meg bigyóként, eszközként a CPU figyelőt, adjuk hozzá, hozzáadtuk, látható, hogy így szépen egymás után rakosgatja fel. Tegyünk fel egy dátumidőt, éppen ezt, azért ezt, mert ez az, ami kézre áll, nem kell másikat keresni. Hozzáadunk, dátumidő, megvan. Adjunk hozzá egy elválasztót, egy olyan eszközt, aminek a hasznát meg fogom mutatni. Egy elválasztócsik, meg is jelent az elválasztócsik, ami éppen inaktív, azt nem tudod felrakni, illetve hozzá kell tenni, hogy a legtöbb tárolóba ezen kívül még jóval több eszköz van, amit az FXCE panelra fel tudsz helyezni, tehát eléggé sok minden pluszba is ezeken kívül, alapbeállításokon kívül használni tudsz. Gyorsindító. Hát bizony, szeretnénk egy-egy ilyen gyorsindító eszközt tenni, amire rákattintunk, ikonra rákattintunk, és elindul, hozzáadunk. Hozzáadunk még egyet? Jó, már mutatom miért. Helyek, ez az, ami itt van, fájkezelőt indítja, időjárási adatok frissítése, intelligens könyvjelzői jegyzetek, akármi szösz, ami számodra fontos. Ó, könyvtármenü, tegyük föl! Kukak is alkalmazás, nem, a kukát én nem szeretem. Munkaterület váltó, tehát hogyha több munkaterületet használsz az XFCE alatt, akkor ebben tudsz váltani. Műveletgombok az előbb megmutattam, remélem nem felejtettem-e, ebben tudod kikapcsolni a gépedet, újraindítani a gépedet, kijelentkezni, egyéb kényelmes, másik óra, paneloóra. Harmadik, ami éppen tetszik, Pulse Audio-nak a beállítási lehetősége. Tehát látni, hogy nagyon sok területről tudsz eszközöket a panelra elhelyezni, és tegyük föl a Whisker menüt, ez egy nagyon kellemes és egy picit kényelmesebb menü. Látjátok, itt már van egy menünk, hozzáadjuk, kiválogattuk, bezártuk. Hát bizony, ez a panel nem úgy néz ki, ahogy nekem tetszik. A sorrend nem jó. Meg van két menünk, ami fölösleges. Így bizony, nézzük meg. Ha valakinek ez a menü tetszik, alkalmazás menü, akkor használja ezt. Ha ez a menü tetszik, amiben van egy keresősáv és kikapcsoló egyéb dolog, akkor használja ezt. Kettőt föltenni, véleményem szerint fölösleges, azaz az alkalmazás menü nem tetszik, levesszük, eltávolítás, ahogy mondtam. Igen ám, de én azt szeretném, hogy a panel ezen a részén legyen a Whiskers menü. A menüm, hát ott szoktuk meg, valljuk be. Windows alatt is itt a sarokban van lebigyeztve a start menü, mindenki ott fogja keresgélni automatikusan. Akkor mi a lehetőség? Innét át kell léptetni ide, azaz a fölfele gombot nyomkodjuk, és ahogy látni, mozog. Egyébként másképp is megfogással is odébb tudjuk tenni. CPU menü megnéztük, illetve megbeszéltük, hogy a processzornak a foglaltságát mutatja, rámutatsz. Kell, maradjon. Dátumidő, hát a dátumidő szerintem itt ide való. Ez az én magán véleményem, hát mivel hogy van lehetőség, oda próbáljuk léptetni. Léptet, nem megy, oppá, nem ott van, ahol én akarom, nem is tudom odébb húzni. Hát bizony, így nekem nem. Erre való az elválasztó. Az elválasztó így tagolja. Látható, itt is szépen tagolva vannak az ikonkák. Az elválasztó szépen tagolja a dolgokat, kiválasztjuk az elválasztót, odaléptetjük, ahova kell, odaléptetjük, ops, mégse tudta odébb, ahogy én gondoltam, nincs elválasztás. Hát, ebben nincs semmi gond, beállítjuk, beállítás, elválasztó, kibővítjük, és rögtön szétnyomta az ikonokat kétfele, jobbra-balra. Tehát akkora helyet foglal el az elválasztó, térelválasztó, amekkora maximum neki
jut, hogy mindent szétnyomjon teljesen. Tehát valóban elválasztja az eszközöket, intelligensen hozzáteszem. Ha éppen valami sugot szeretnénk meghívni, akkor elindítjuk a sugot, és itt a szeparátornak, elválasztónak leírását találjuk meg. Minden ilyen eszközhöz van egy sugó, jó esetben. Van, amelyikhez nincs, de így fejből megmondani nem tudom, hogy melyikhez nem találtam. Azaz, beállogattuk. Kettőt tettünk föl. Hát ez nem jó. Minek kettő? Eltávolítjuk. Oké? Megint az eltávolítás. Következő lépés. Nekem nincsenek ilyen ikonjaim. Nekem nincsenek ilyen gyorsindító ikonjaim, és ilyeneket szeretnék. Hát bizony, ez azt jelenti, hogy kellene feltenni valami indító nevű eszközt. Jegyezzük meg, hogy indító, rákattintunk, és indító megvan, hozzáadjuk, és bezárjuk, és már is van egy indító ikonunk, ami itt helyezkedik el. Látható, hogy az ikonja, a kinézete elég randa, azaz semmi nincs bent, üres. Ennek örömére ezt áttesszük a másik oldalra, mert véleményem szerint nem azon az oldalon van a helye, áttesszük és beállítjuk tulajdonságok. Rákattintottam nem innét, hanem innét indítottam tulajdonságokat. Üres. Adjunk hozzá programot, plusz jellel hozzáadjuk, akármilyen a gépünkre telepített programot el tudjuk indítani, legyen ez a keressünk, NU képszerkeszt ez a GIMP. Hozzáadjuk, hozzá tudunk adni még egyet, akkor az legyen, akármelyik legyen az Albert, kedvenc kereső programom, ezt már írtam róla egy cikket, érdemes kipróbálni. Hozzáadjuk, és bezárjuk. Látható, hogy kialakult egy legördülő menü szerűségünk, amelyiknél a kis háromszögre kattintva ki tudjuk választani az éppen aktuális eszközt, amit szeretnénk indítani, ami számunkra azt adja, hogy éppen rákattintottam, és el is indult a GIMP. El is indult a GIMP, amit én gyorsan be is fogok csukni, mert éppen bemutatásra volt elindítva. Ha valaki nem szeret ezt a legördülő, kiválasztott megoldást, akkor meg tudja tenni azt, hogy az indítóhoz még hozzáadunk még egy pár indítót. Hozzáadunk pár indítót, oké? Ezt bezárjuk. Ezeket az indítóikonokat átrakosgatom oda, ahova gondolom, a másik. Ja, még egy kicsit rakosgatni kell, igen. Indító. Sajnos egyesével kell helyre tologatni az ikonokat, de hát ez igazából pontosan egyszer szeretnénk megtenni. Oké. És ezt mondjuk visszateszem a helyére. Amikor elhelyeztük az indító ikonokat, utána feltöltjük tulajdonságok, hozzáadás, kiválasztjuk az adott eszközt, legyen egy archívumkezelő, hozzáadás és bezárás. Következő eszköz, ikon, hozzáadás, Audacity-t adjuk hozzá, hozzáadás, bezárás. Elég favágó munka, ha több tucat indító ikont szeretnénk elhelyezni, ezt a 3-4-et gyorsan megtettünk, ennyi. Miután elkészítettük a panelunkat, nincs más feladatunk, mint lefixálni a helyét a panel zárulásával, és őt nem tudjuk mozgatni, és bezárjuk a beállítási lehetőségeket, és meglett a panelunk csúnyácska, már nem az volt a cél, hogy szépet csináljunk, hanem az volt a cél, hogy olyan videót készítsek, amelyikkel megmutatom a lehetőségeket, ennyi. Gyakorlatilag a panel elkészítése nem egy nagy dolog, rákattintasz, panel beállítása is, utána oda-vissza mozgathatod, állogathatod, szépészeti szempontból én lehúzom a... Így, és bezárod, és kész van a panelod. Van egy kellemesen használható eszközöd, egy panel, amellyel meg tudod tenni azokat a feladatokat, amik számodra fontosak, magad választod ki, hogy mit teszel rá, és igazából egy kicsit
csicsásítani, szépészeti szempontból is be lehet állogatni, ami lény. Átnéztük, milyen lehetőségek vannak az MX Linux-nál, pontosítok, az XFCE felületen a panel beállításainál. Ennek örömére természetesen, mivel ez nekem nem kell, el fogom távolítani. Eltávolítás, arra figyelj! Ha eltávolítod, nem tudod visszaállítani, csak újra megcsinálni azt a panelt, mert hogyha az eltávolítással nyomok, ahogy most, eltűnik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, további szép napot, és jó Linuxozást kívánok mindenkinek. Sziasztok, sziasztok!